Napjainkban a digitalizáció, a gazdasági verseny, a nemzeti fejlődés és a szociális jólét egyik legfőbb hajtóereje. Ma Magyarországon a digitális gazdaság a teljes nemzetgazdaság bruttó hozzáadott értékének 20%-át adja, és a foglalkoztatottak csaknem 15%-ának biztosít munkát. Ezzel hazánk a digitális nemzetgazdaság tekintetében az Európai Unió élvonalába tartozik. Az eredmények további javítása érdekében a kormány 2012-ben elindította a digitális jólét programot. Ennek célja a tudatos, értékteremtő internet használat támogatása, a magyar gazdaság digitális átalakítása, ezáltal pedig a magyar társadalom és a magyar nemzetgazdaság digitális fejlesztése. A feladatokat a Digitális Jólét Koordinációs Központ hangolja össze. Alapvetően a Digitális Jólét Koordinációs Központ fő feladata a lakosságnak, az állampolgároknak a digitális kompetencia fejlesztése, az úgynevezett digitális írásodás növelése, hiszen azért még több millió állampolgár van, aki nem használ internetet, nem használja digitális eszközöket, és ezen nagyon sokat tud segíteni az a digitális jólét program hálózat, aminek itt a megyei szintjén meglevő DEP mentorokat, vagyis digitális jólét program mentorokat láthatjuk. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 117 mentor vesz részt a programban, ők most első alkalommal találkoztak Nyíregyházán. A mentorok feladata sokrétű, a tanácsadáson túl számos területet ölel fel. Elsősorban a betérő állampolgároknak nyújtanak különböző elektronikus ügyekben segítséget. Ilyen az egyszerű e-mail készítés, szöveges üzenet elkészítése, szöveges fájlok elkészítése, ügyfélkapus regisztráció, vagy a különböző pályázatoknak a segítése, mint a hűtőgép csereprogram, mosógép csereprogram, Erzsébet pályázatoknak a segítése, de ha az unokákkal való kapcsolattartás a cél, a Skype, a Messenger, a különböző közösségi oldalaknak a használatában nyújtanak a mentorok segítséget. A Digitális Jólét Koordinációs Központ szervezésében idén 100 000 65 év feletti személy szerezhet számítógép és internet használattal kapcsolatos alapismereteket, vagy mélyítheti a tudását 12x2 órás időkeretben. Az 1,2 milliárd forintos kormányzati forrásból finanszírozott képzéseken december 31-ig vehetnek részt az ország különböző pontjain élő idősek, többek között Nyíregyházán is. Ez Nyíregyházának nagyon fontos, ugye van egy idősügyi tanácsunk, ahol ezt tárgyaltuk, már volt több oktatás is idős emberek számára. Nyilvánvalóan a 20 ezer nyugdíjas nem fogta még fel, de ugye a magyar kormány is, a város azonban, hogy minél szélesebb réteggel ismertesse meg ezt a szép új világot. A digitalizációnak nem csupán előnyei lehetnek, hanem veszélyei is. Erre Baracsi Endre hívta fel a figyelmet a találkozón. A megyei közgyűlés alelnöke szerint kiemelten fontos, hogy a mentorok a biztonságos internet használatra is felkészítsék a hozzájuk fordulókat. A biztonságos internet használatra mindenkinek fel kell hívni a figyelmét, és azt hiszem, hogy ehhez a mentorokat is folyamatosan képezni kell, hogy ők is napra készek legyenek a tudásukkal, és felkészülten tudjanak reagálni azokra a veszélyekre, amelyek mind a fiatalokat, mind pedig az idősebb korosztályt elérhetik azért, mondom még egyszer, a felgyorsult világnak köszönhetően. Tehát amellett, hogy az előnyeit természetesen ki kell használni, és meg kell ismerni, és ez egy nagyon jó dolog, azért jó, hogyha a veszélyeire is oda tudunk figyelni. A nyíregyházi találkozón a mentorok mellett a digitális jólétpontok fenntartói is részt vettek. A megyében 88 településen működik egyelőre digitális jólétpont, elsősorban a helyi könyvtárakban. A számuk azonban tovább nőhet, hiszen a különböző intézményeknek továbbra is lehetősége van bekapcsolódni a programba.